Én szerintem a végrehajtás az jó. Most már kezdünk helyére kerülni a dolognak. Nem gyulladunk be. Nem gyulladunk. Miért vinnék el a házunkat? Te hogy viszünk? Pereljünk végig. Ez volt ennek a lényeg egyébként a kérdésnek. A törvényszéki bíró feltette a kérdést. Mondom, hogy higgyék el. A tömegével a bírók nagyon rendesek, vannak rendetlenek. Nem, de akkor a bizalomnak hát hol legyünk? Hát muszáj bízni bennük. És ez a végrehajtás, tehát ettől való félelem nincs, nem lesz körül jövünk. Egy ilyen társasággal, egy ilyen önkényuralmi helyzettel, hát gondolhatják, hogy mit fognak tenni. Én mégis ezt tenném. Meg azt is mondanám, hogy gondolják meg. Mert bennem ugye látják, hogy hevület van. Ugyanakkor kölcsönszerzésed nincs, könnyen beszélek így, ha lenne, akkor valamit mondanék, nem tudom, mert nincs. Maguk gondolják meg, hiszen látják, milyen világ veszi magukat körül, én ettől eltekintve buzgókok, és hát nem akarom engedni. Hát éppen a Varga István úrnak mondtam az imént, hogy hát azon jár már a fejem, hogy mivel ezt elkövették, hogy felfüggesztették a fel, nem küldik fel az Európai Bírósághoz a kérelmet, mindent megtesznek azért, hogy a nyilvánvaló alkotmánysértő európai joggal ellentétes, erkőstelen, hazug törvényük az maradjon, és annak alapján lekényszerítsék az embereket a nyomorba. Azon is gondolkodom, hogy kellene már egy magánszakértőt kérni az Európai Bíróságtól. Mert nem bírjuk ki az időt. Hát gondolják el, az előbbi végrehajtásra kapcsolatos jog, ez a bírósági határozat, eljárás, ez egy éve ugye semmit nem csináltak benne. És ebben hiába terjesztik fel a kérelmet, 2,5-3 évig, hát addig már hol leszünk. Tehát kapkodni kellene, már ilyenen jár a fejem, aztán majd bízom benne, hogy majd nálam okosabbak eldöntik ezt. Kellene konzultálni az Európai Bíróság elnöke környékén valakivel, akit megbíznak. Hát nem gondolom, hogy ilyen nagy emberek azért csak úgy, de hát abban megbízom, hogy hát mégis mi Európai Unióhoz tartozó, ugyanolyan állampolgárok vagyunk, mint egy holland, egy svéd vagy bárki, tehát megérdemeljük ugyanazok a jogokat, hogy hát a konzult, és őnekik mi a véleményük, mert ezt a magánszakértőt egy olyannal, mint ez a Varmúr például. Hát az Európai Bíróság úgy néz ki, hogy van 8 főtanácsadója, ezek adnak szakértővéleményt, ennek alapján van ítélet, és van 28 bíró. Ha nem ezekből válogatnak ki számunkra magát, és a magánszakértőnél ugye hát ott komoly pénzt kell fizetni ezért, akkor ki lesz valahogy fizetve, ezt majd meg fogom beszélni valakivel, nem tudom. Nyilván nem, én nem vagyok erre alkalmas, mert ezek millióba kerülnek, de ezt meg kell oldani. Most megmutathatja néhány tévé tulajdonos, hogy becsüli a hazáját, azt hiszem, hogy nekik mintha lenne pénzük. Tehát én ilyekre gondolok, hogy tessék kifizet a magánszakértőt, és a magánszakértő vélemény az 2 hónap alatt elkészül, és döntenénk abba, hogy melyik jogrendszer lesz most a jövőbe irányadó. Az európai jogrendszer vagy ez? És el lesz valószínűsítve, ez csak valószínűségi eljárás, hogy ez a törvényt felejtsük előre. Az a törvény, amit most elszámolásinak becézünk, annak az indoklása az egy nagyon komoly segítség számunkra. Nézzék meg a parlament honlapján, fent van ugye a törvényjavaslat és annak az általános indoklása. Abban az szerepel, hogy a devizára való átszámítást azért kell kivezetni a rendszerből, mert tisztességtelen. Még meg is erősíti egy másik mondatával ez az indoklás, nevezetesen, hogy át kell alakítani ezeket a szerződéseket, hogy csak azok maradjanak meg, azok az elemek, amelyek tisztességesnek minősülnek, illetőleg jogosnak minősülnek, és ki kell venni belőlük a jogtalan elemeket. Tehát, hogyha ezt ma leírja egy igazságügyi miniszter, mert az ő aláírásával került be ez a törvény a parlament elé, akkor ez tényszerű bizonyítéka annak, hogy a devizára való átszámítás az tisztességtelen. Na most a tisztességtelenség fogalma az nem egy kávéházi fogalom egy miniszter, pláne nem igazságügyi miniszter szájából, pláne nem a parlamentben való beterjesztés dokumentumban, hanem akkor az egy jogi fogalom. Most ez a jogi fogalom azt jelenti, hogy az kezdettől fogva érvénytelen. Tehát, hogyha kezdettől fogva érvénytelen, akkor nem lehet a 256 forintos svájci frankon átszámítani a követeléseket, hiszen az csak akkor a kezdeti árfolyamon volna úgymond visszaszámolható, de valójában nem. Nem visszaszámolásról van szó, hanem egyszerűen ki kell venni a szerződésekből. De hát mi az indoklás?
ki kell venni a szerződésekből. Ha kivesszük a szerződésekből, akkor nincs ott. Ha nincs ott, akkor nincs mit átszámítani. Ebből adódik, hogy mi nekünk egy nagyon erős érvet adott az igazságügyi miniszter úr, meg kell neki köszönni, hogy valójában ez a törvény úgy, ahogy van, logika ellenes, alkotmány ellenes, és hogy a logikát adott esetben a szavaknak a normál értelmét számon kérjük rajta, akkor nem lehet megvédeni. Tehát ez az egyik gondolat, amire szerettem volna szíves figyelmüket fölhívni. A másik, ugye ügyvédő említette, hogy ezek az annuitásos dolgok. Igen, erről még nem sok szó esett mostanában, ugye a dokumentumok, vagy a sajtóban, vagy máshol sem. Itt egy óriási trükkről van szó. Ugye az annuitás azt jelenti, hogy minden, ha minden paraméter változatlan, tehát a kamat is, meg nincs árfolyam hatás, akkor a 20 év alatt minden hónapban ugyanannyit kell fizetni. Igen, ám, de amikor elszámolják a havi befizetéseket, akkor ennek egy része törlesztésre megy, másik része kamatra megy. Most a díjakat felejtsük el, tehát csak törlesztés és kamat van. És akkor ezt úgy állapítják meg, hogy kezdetben sok legyen a kamat, és kevés a törlesztés. Na most ebből az következik, hogy amikor ezeket a szerződéseket megkötötték, akkor már pontosan tudták, hogy ez 20 évig nem lesz kifizethető, tehát az első 5-6 évnek van igazán csak értéke, utána úgyis bedőlnek. Na most ennek az a következménye, hogy a mostani periódusban ott mögöttünk van az az 5-6 év, esetleg 7 év egyeseknél, mert 2007-2008-ban jött a döntő hányad ezeknek a szerződéseknek, most ezeknél a törlesztések mértéke az össz hátralévő adósságot 10-15%-kal mérsékli összességében. Ugyanakkor viszont ezt az adósságtömeget tesszük át, ugye a 150 forintról 256 forintra. Ez annyit jelent, hogy az adósság döntő része az 70%-kal megnő össz mennyiségét tekintve forintban. És akkor, amikor az a kamat, amiről az ügyvéd úr is említést tett, forint kamat megjelenik, erre a 70%-kal növelt értékre számoljuk rá. Tehát valójában az történik, hogy a törlesztéssel mondjuk lecsökkentettük 10%-kal az adósságunkat, az árfolyam hatással fölnyöltük 70%-kal. És ebből vonjuk le azt a kártérítést, amelyik a árfolyamrés tekintetében legfeljebb az össztömegre veszítve 1%, az eddig befizetetteknek a 1%-a körül, körülbelül egy a fél 0,6%, tehát az árfolyamréssel 1,6% körül csökkent, míg az egyoldalú kamat emelésből becsülhető olyan 5-6%-os csökkenés. Ennek a relatíve nagy a most a száma azért, mert ugye azt mondtam, hogy kevés volt a törlesztés, akkor sok volt a kamathányad. Sok volt a kamathányad, abban a kamatemelésnek hatása is sok, tehát ahogy tetszik, annak a csökkentése ilyen értelemben relatíve nagyobb. De összességében az, amiről beszélnek, én ezt kimerem jelenteni, eléggé nyilvánosan mondom, messze nem igaz, mint amivel a propaganda ma táplálja az agyunkat, hogy 25-30%-os mérséklés. Úgy tűnik, hogy az adósok, amikor kézbe veszik majd az elszámolást, akkor fölvettek 100 egységet, a tárgyalás, úgy mondjam, 150 egységnél kezdődik majd. És ezek után kell majd nekik, ugye, nem tudom milyen futamidőre majd fizetniük, mert ha ugyanaz a futamidő marad, mint most, akkor mindenképpen jelentősen meg kell, hogy emelkedjen a törlesztés. Éppen a napokban volt valaki, akivel beszéltem, azt mondja, fölhívta a bankját, próbált velük ugye egyezkedni, már úgy értem, hogy mi mennyi, és azt mondták, hát igen, olyan 180 forintos, ugye ez a bizonyos árfolyam limit van benne. Hát nézze, fizet most 140 ezeret havonta, olyan 80-90 ezer forinttal lesz több a törlesztése majd a forintosítás után. Szóval én úgy érzem, hogy tavaszra az emberek elégedetlensége nagyon-nagyon élesen megjelenik, mert a hamis kommunikáció az ugye majd visszaüt, ami most egy kicsit kényelmesítette ezeknek a egyébként ugye abszolút törvényeknek a beterjesztését. Még egy gondolat. Tulajdonképpen
Ugye tetszenek tudni, hogy a november 9-én vasárnap a Nemzetgazdasági Minisztérium szerződést kötött a bankszövetséggel. A bankoknak a jövőbeli jólétének, ez van a preambulumban, érdekében jött létre az a szerződés, ami alapján ez az úgynevezett forintosítási törvény, aztán utána pár napon belül megszületett, érve törvényjavaslat. Kérem szépen, ez a vasárnapi megállapodás már annak tudatával készült, hogy a kormány a következő hetekben, hónapokban sorra veszi át ezeket a bankokat, amelyek most bedőlnének, ha a tulajdonos nem nyomna be jelentős tőkét, vagy, mert nem akar benyomni, akkor odaadja az államnak. Mi történik? Az történik, hogy ha az adósok nem akarnak fizetni, szembe kerülnek az adófizetőkkel. Az adófizetőknek kell megmenteni azokat a bankokat, amelyeket tulajdonképpen ez a konstrukció most tönkretett. Tehát röviden, akik megkonstruálták ezt a programot, aminek ugye részesei vagyunk, azok tudták, addig leszedik nagy kamattal a krémet az annuitásos rendszeren keresztül, amíg lehet, amikor az emberek elhetetlenülnek, odaadják a bankot a magyar államnak, az adófizetők oldják meg, ahogy tudják a problémát. Szóval az aljasság, amivel itt találkozunk, az sokrétű. Ez egy olyan hagyma, az aljasságnak a igen sok szegmense együtt van, de ez a kép összességében nem rajzolódott még ki. Röviden azt szeretném mondani, tavasszal kirajzolódik. Ezért önöknek nagyon-nagyon komoly szerepe van abban, hogy csak is a polgári engedetlenség az, ami ezt a folyamatot meg tudja állítani. Ügyvédőr egy dolgot nem említett, engedjék meg, hogy én mondjam, kiegészítésünk. Ugye vannak ilyen beadvány lehetőségek, hogy erről szó van. De van egy, azt hiszem, hogy jól mondom, a 2013. év 165-ös törvény, amely panaszra és közérdekű bejelentésre jogosít fel bárkit. Bárkit. Ez azt jelenti, hogy beadhatja a mondjuk a saját bankjával szembeni panaszt a közintézménynek. Történetesen az Ombudsman honlapján működő elektronikus felületre, amit az az intézmény köteles kiadni annak az intézménynek, akire tartozik. Nem a banknak, közigazgatási környezetben, minisztériumnak, ennek, annak. És 30 napon belül válaszolni kell az ügyfélnek. A közérdekű bejelentésnél pedig olyan bejelentést lehet tenni, ami közérdekű, azaz társadalmi, nem csak egyéni panasz a bankkal, és ott javaslatokat is lehet tenni. Tehát én arra gondolok, hogy minél több ember az elektronikus felületen ingyen tudja beadni a beadványait a közérdekében, és ha tízezerek, százezerek beadnak ilyen beadványokat, egyszerűen elhetetlenül ez a rendszer. Tehát a társadalmi ellenállás úgy is működik, ha precízen betartjuk azt a jogot, amire jogunk van. De akkor tegyük meg. Tehát magyarul a passzivitás az már nem jövő, a jövőnk az, ha aktívá válunk, és mindenki a maga módján, ha úgy tetszik, egymás között is nézeteket érve, tudást cserélve, egyre színvonalasabb beadványokkal megfojtja azt a rendszert, amelyik jelenleg őt akarja folytogatni. Higgyék el, ez lesz az igazi megoldás, és akkor közben talán jönnek majd az uniós, meg egyéb reflexiók is azokra a borzalmakra, amit az ügyvédő elmondott. Köszönöm szépen a figyelmüket! Elérkeztünk, akkor úgy érzem, hogy a végére. Ennek a mai rendezvénynek ugye megmutatkozott a közöny és az érdektelenség. Nem mi vallottunk szégyent, akik eljöttünk. Hozzá jövök, 40 nap, hozzá!